Sziasztok! Sziasztok! Elérkezett Mumaimo Wi-Fi tesztünk következő adása, ami a TP-linket fogja szemügyre venni. TP-linkeket? Az EAP620 és 660 at Bizony, bizony. A TP-link Enterprise Wi-Fi AP szériáinak az AXS két kis üdvöskéjét. 660 HD, 620 HD. Mi a különbség a kettő között? A 660-as az multigigabit porttal rendelkezik, tehát már 2,5 gigabites portja van, illetve 4x4-es, 2,4, illetve 5 gigán is, ellenben a kis tesó, a 620-as, a sima gigabites porttal rendelkezik, és 2x2-es rádióval, 2,4-en is, meg 5 gigán is. Uh -huh. Igen. Tehát akkor 5 gigán az LR-hez tudnánk hasonlítani leginkább. Nagyjából a U6 LR-hez, igen. Bár, Igen, ja, nem, ez, ez is 80 MHz-et tud, igen? 80 mhz Na, tehát az U6 LR-hez fog tudni valahol majd viszonyulni a nagyobb testvér. A kisebb testvér az meg az XV2-höz, meg a, igen, meg a, meg a U6 Lite-hoz. Azzal Nagyjából van igen. 5 gigán legalábbis pariban. A kis testvéren egyébként azt elfelejtett mondani, hogy a gigabites port van, ugye? Hm, igen. Ja, tehát ez nem gigás Oké. Okay. A teszt most ugyanúgy épül fel, mint eddig, van 10 darab virtuális Iperf szerverünk, és ugyanarra az access pointra egyszerre párhuzamosan 10 darab klienssel csatlakozunk fel, és egyszerre 5 percen keresztül mérünk. Ezeket a mérési értékeket összeadjuk és átlagoljuk, ebből kijön, hogy összesen hány megabit per szekundum az elteresztő képessége a Wi-Fi access pointnak, akár szerver, akár kliens oldalon, a le- és a feltöltési értékeket összeadjuk, abból lesz egy pontszámunk. És ezen kívül a le- és a feltöltési értékeket kétszer mérjük, és abból úgy átlagolunk, hogy nehogy egy kicsi mérési hiba belefolyjon a rendszerbe, ezt próbáljuk kiküszöbölni a lehető legjobban. Igen, hardveres oldalon azt kell elmondani, hogy egy Synology nas egy 10 gigás hálózati kártya került, ugye ezen, ezzel oldjuk meg azt, hogy a gigabit ne legyen határ. A ap és a mérőszerver között olyan switch-et helyeztünk el, ami egyrészt afat PoE-val meg tudja uh -huh. táplálni az adott tápékat, valamint egy 2,5-5 vagy 10 gigabites rezes kapcsolatot tud kiépíteni, mind a szerver felé, mind pedig a adott tápék felé. Tehát itt a multigigabites portokat tulajdonképpen be lehet vetni. Van, ahol ez már. Kellett. Bizonyított is. Na, akkor hardveres oldalról, szoftveres oldalról mindent elmondtunk a tesztről, de vannak még a kliensek, mint legfontosabb résztvevői talán a tesznek. Tíz kliensről beszélünk, azt mondta Peti, tíz kliensünk van, ez így is van. Ebből van egy asztali PC-nk, ebben egy TP-Link ax 3000 es kártya van, 2 x es Wi-Fi-vel, 160 MHz-et tud kihasználni, és innentől jön 5 darab notebook. Az öt darab notebookból egy darab AX-es, az pont ez, az az ASUS Csoda, ez is 160 mhz tud kommunikálni. Van két darab AC-s, egy lenovo meg egy Dellünk, az egyik 160, nem, mindkettő 160 mhz tud menni, és ezen kívül két MacBook pro az egy 13-as és egy, 13 egy 15-ös, mindkettő 3x3-as, míg az előző notebookok ugye 2x2-esek voltak, viszont csak 80 MHz-en tudnak menni. Továbbá van négy darab telefonunk, egy Xiaomi, ax egy iPhone 12 AX-es, egy iPhone 11 Pro AX-es, mindegyik 80 mhz tud 2 kettőn és van egy régebbi, egy ac és iPhone X-erünk, ami szintén 2 x és 80 MHz-es rádióval van megáldva. Pont ezért választottuk ezeket a klienseket, hogy ne legyen az, hogy mindegyik AX-es kliens 160 MHz-es, mert az nem ad annyira a valós eredményt, mert mondjuk egy hotel vagy bármilyen rendezvényben vannak azért kicsit régebbi kliensek is, tehát AC-sok, sőt, még akár NS klienst is bevonhatunk volna a tesztbe, de ugye most ugye 5 GHz-et tesztelünk, és az 5 GHz-re leszünk kíváncsiak, ott pedig azért ac nál régebbi kliense azért még ritkán találkozunk. igen. Fontos volt az, hogy legyen olyan kliens, ami 80 vagy 160 mhz uh -huh. is megy, legyen olyan kliens, ami 2 x vagy 3x3-as, AX-es vagy AC-es, tehát tényleg egy elég kevert környezetet hoztunk létre, hogy valódi tesztkörülményként szolgálhasson. Oké, kliensekről is beszéltünk. Beszéljünk a mért értékekről! Nézzük az eredményeket! Hát szépek a számok, én úgy látom, Peti. Pont, mint legutóbb. Elég előkelő helyet szereztek szerintem a tp én meglepődtem rajta. Igen. Tehát hogyha... Lő, lő, lőjük le mindig ezt, lőjük le lőjük le lőjük lő. az egészet, tehát hogy 660-as 1262 pont. Konkrétan a második, a második hely, a második hely, az XV3, a Netflix Netflix XV3, az ami 1550-et 1550 tudott, ehhez képest ő most a második, 1262 -ben. Tehát egy olyan 20%-kal kevesebbet tudott, de Igen. viszont ahhoz képest nagyon szép. Leirányba. 21 vagy 22 gigát forgalmazott, attól a fügy, melyik mérés nézzük, mm -hmm. 5 perc alatt, ami azt eredményezte, hogy 580 vagy 600 megabites értékeket csináltunk tulajdonképpen átlagolva, az összes kliens uh -huh. ugye? Azt kell mondjam, hogy gyönyörű szép az, hogy minden kliens 50 megabit körül van. Igen, és szépen kiegyensúlyozottak a kliensek, nem volt olyan, hogy 0 megabit. Igen, 50, 70, 60, 53, 44, 66, ilyesmi mért értékek vannak, ezt eddig egyik AP se tudtam megugrani, mindig volt, hogy vagy ez a megbuk, vagy az én telefonom, hogy valamelyik Valamelyik nullára visszaesett, és nagyon erősen háttérbe szorította. Itt gyönyörűen van elosztva. És olyan sincs, hogy valamelyik 100 mega fölött van. Legtöbb az Sok... 81 megabit. Áp Igen, a... ápirányban vannak azért ilyen kiugró értékek, ott azért van 30, 27, meg 134, 145 is, tehát ott már nem volt ennyi, meg között is van 70 megás, meg 80, vagy 40 megás. Használható. Nagyon jó. nagyon jó. Tehát, hogy nincsen benne 0 megabit, sehol, meg egy-két megabit. Oké, okay, a másik irányba, ha már úgy említettük, ÁP irányba csinált 24,4 vagy 24,9 gigát, mm -hmm. és 665 vagy 679 megabitet performáltak. Hát itt sincs pillanis. nagy eltérés a kettő eszközött, pár száz megabit. Tehát a 660-as az egy igen jó történet. Nyers értékeit tekintve természetesen. És akkor nézzük a kis aki pedig hány pontot szerzett. A 620-as 1111 pontot ért el, és ezzel ugye a negyedik helyre ugrott be. Így van, gyönyörű eredmény. Megelőzte a. Xv2-t. Xv2-t megelőzte. Az Xv2-t megelőzte, továbbá a Light-ot megelőzte. Uh -huh. És akkor e fölött ugye az Unifi 6 LR van, uh -huh. utána jön a 660 HD, utána következik az Xv3. Nézzük az eredményeket, itt hány GB-ot sikerült forgalmaznunk. Egész jó mérések, mert nagyon kicsi az eltérés, 19,2 vagy 20,5 leirányba, és 21,2 per 21,2 hm? felirányba. Pont ugyanannyi. Pont ugyanannyi, igen. Tehát ezzel egyébként 524 per 528 megabitet tudott le és felirányba KB az AP. Ez egy igen jó eredmény. És kiegyensúlyozottak a kliensek forgalma is. Igen itt is ilyen 40, 60, 50, meg a 30, meg a kb. egyenlőek. A leggyengébb az a Petinek a G14-e, 20 megabittel, ami ugyanaz, mint az előző tesznél. Ott is az volt, hogy a legjobb kliensel a leggyengébb teljesítményt hozta. Érthetetlen. <laughs> a legjobb eredmény pedig egy iPhone-nal, ha jól látom, 140 megabit per szekundum. Ugyanabb a tesztkor, mint ahol, amikor S20-at produkált. Igen, a Bence iPhone-ja. Ugyanebben az időben az azonos vezetéknél interfészsel ellátott telefonom azt felét csinálta, az 72 megabitet csinált. Önyelekes. Ez a meg 3x3-asba nyomott 77 megát. Hát így sorsolt a gép. Hogy... Pedig ugye csak 2 x 2 az AP, tehát itt nem volt ennek előnye. Na jó, lényeg a lényeg, nagyon jók lettek ezek az AP-k, mm -hmm. legalábbis nézve. A következő részben az egészet meg fogjuk bolondítani várhatóan, mert az Aruba AP-i következnek. Bizony. Meg fogjuk mérni az 5.55-öst, majd az 5.35-öst is. Az 5.15-ösből nem vagyunk biztosak, de talán még azt is, majd a következő részből ez kiderül. Tartsatok velünk akkor is! Pár hét múlva jelentkezünk, most nem biztos, hogy a következő rész az pont a, az a rubás lesz, mert lesznek más adások. A lényeg, hogy iratkozzatok fel, ne maradjatok le az új tartalmainkról. Köszi Peti! Köszi! Sziasztok! Sziasztok.